Sziasztok, sziasztok! Én Dorina vagyok. Újra itt vagyunk. Ez egy gyors kis 1-2 perces helyzetjelentés féleség videós lenne. Na, az első dolog, amit elmondom, hogy mostantól a videókat nem Frapszel fogom venni. Lehet párat igen, párat nem. Hanem ezzel letöltöttem ezt az Open, ez az Untitled Open Broadcaster szoftvert, mert sok jót hallottam róla, és sok jót láttam róla. Ezért úgy gondoltam, hogy ha már lesz webkameránk, akkor ezzel tudunk facecamet is csinálni magunknak, szóval ez a megfelelő videó felvevő program számomra. Már be is állítottam a beállításokat, minden faszán működik, szóval mostantól ezekkel fogjuk venni a videókat. Lehet párat Frapszel, azt még eldöntöm, de a Frapszet azért fennhagyom. Na, a másik dolog pedig az, hogy csak hogy tudjátok, hogy mivel veszem a programot, és hát milyen programmal veszem. A második pedig az, hogy ugye úgy terveztük, hogy ma Zelennel csinálunk egy videót. Na most, el is kezdtünk egyet a Team Fortress 2-ről, de képzeljétek el, hogy mikor megcsináltuk és megnéztük, lesokkolódtunk, mert körülbelül azt láttuk, hogy azt hallottuk, hogy a játéknak a hangereje brutálisan hangos, a mi hangunk ahhoz képest egy nagy kaki. Szóval, igen, szóval azt ki is töröltük, mert az egyszerűen nézhetetlen volt, ezért úgy gondoltuk, hogy igen, kedves Zalánk ránk, kis izzül Zalánk, jó van. Most megmutattam a Facebookon, az semmi baj, de Zalán rám írt. Na, nem baj. Ezt még elmagyarázom, majd visszaírok neki. Mondtam, hogy videózok, nem mindegy. Igen, szóval azonban ki is töröltük, és hát Zelának már mennie kellett át, vissza a szomszédba, ezért már nem tudtuk. És már se kedvünk nem volt, se erőnk, mert így is fáradtak vagyunk. De már úgyis utolsó hét, és karácsony, meg téli szünet, nem mindegy. Szóval inkább lemondtuk, és azt találtuk még ki, hogy akkor csinálunk inkább helyette egy FIFA World-ös videót, viszont ugye az a helyzet, hogy én ma beléptem a FIFA World-be, és nem tudtam Ultimate teamezni. Valami olyasmit írt ki, hogy nincs, nem érhető el az Ultimate team. És hát rákerestem én erre, mert azt hittem, hogy akkor az én gépem romlott el, vagy az én, csak az enyém. De nem, mert rákerestem Facebookon az oldalukra, és ott írták is sokan, hogy miért nincs Ultimate Team, stb. És az nem sokkal később ki is írta az oldal, a valódi oldal, hogy csak holnap lesz, mert valamit csinálnak rajta, és csak holnap reggelre lesz elérhető 6 órakor, azt hiszem, a Ultimate Team. És ezen kívül meg csak ilyen online szezon van, és én ezt elkezdtem játszani reggel, de kikaptam. Tehát volt egy 0-0 játszásom, egy 1-0, meg egy 4-0 játszásom, azt hiszem. Szóval szörnyű volt, és így azt gondoltam, hogy inkább erről ne csináljunk videót, mert utána csak az lesz, hogy milyen szarú játszunk, és hát tényleg szarú játszottunk volna. Szóval erről is lemondtunk. Így úgy gondoltuk, hogy inkább holnap, tehát csütörtökön 18-án, jön az új videó, tehát holnap felvesszük, mert holnapra már elérhető lesz a Ultimate Team, ezért holnap egy FIFA World 30, azt hiszem 30 perces körüli videó várható, ugye Ultimate Team. Na, hát igazából szerintem ennyi lett volna, ennyit akartam így elmondani gyorsan ebbe az 1-2 percbe, szóval akkor ennyi lett volna, holnap érkezik a FIFA World első része, az Ultimate Team. Addig is, sziasztok!